A világban zajló konfliktusok, köztük az orosz-ukrán háború nem a béke, hanem a súlyosbodás irányába mutatnak. Erről beszélt a külügyminiszter. Szijjártó Péter kiemelte, az eszkalációs folyamatoknak súlyos hatása lehet az energiabiztonságra, ezért ez kiemelt témája volt a mai kormányülésnek. A tárcavezető közölte, folyamatban, sőt már a célegyenesben vannak azok a tárgyalások, amelyek hosszú távon garantálhatják Magyarország energiaellátását. Július végén derült ki, hogy Ukrajna önhatalmulag leállította a Lukoil kőolaj tranzitját a Barátság kőolaj vezetéken. Kijev ugyanis szankciós listára tette az orosz vállalatot, és a szállítások blokkolásával egy csapásra sodort a veszélybe két EU-s tagállam, Magyarország és Szlovákia kőolaj ellátását. Kijev nem is titkolta, hogy zsarolni akarja Magyarországot, ugyanis az ukrán parlament energiaügyi bizottságának vezetője a Politikónak azt mondta, azért szankcionálták a Lukoil tranzitját, hogy nyomást gyakoroljanak Magyarországra, amiért egyebek mellett nem szállít fegyvert Ukrajnának. Válaszul Magyarország és Szlovákia közösen kezdeményezte Brüsszelben, hogy Ukrajna ellen induljon eljárás az Unió és az Ukrajna közötti társulási megállapodás megsértése miatt, és az Európai Bizottság ne hagyja, hogy egy tagjelölt ország veszélyeztesse két uniós ország energiaellátását. Brüsszel viszont Ukrajna pártját fogta, és nem tett semmit, hogy megvédje az uniós tagállamokat Kijev zsarolásával szemben. Az Európai Bizottság ugyanis azt állítja, a szankciók nem veszélyeztetik Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát, és azt javasolták, hogy a két ország a Barátság kőolaj vezeték helyett használja az Adria vezetéket. Az Európai Bizottság továbbra is elfogadhatatlan módon viselkedik. A szerdai kormányülésen az ország energiabiztonságát és energiaellátását is áttekintették, ugyanis a világ konfliktusai és az ukrajnai háború is egyre súlyosbodik, közölte Szijjártó Péter kiemelve, ráadásul az ukrán intézkedés jelentősen befolyásolja hazánk kőolajellátását. A külügyminiszter hangsúlyozta, az ügyben Brüsszelnek fel kellene lépnie, de mégsem tett semmit, hogy Magyarországot és Szlovákiát megvédje Ukrajna bojkott intézkedésével szemben. Ukrajna és az Európai Unió között van egy társulási megállapodás, amelynek értelmében Ukrajna nem gátolhatja az energiahordozók tranzitját az Európai Uniós tagországok irányába. Most annak ellenére, hogy Ukrajna ezt a társulási megállapodást megsértette, annak ellenére, hogy Ukrajna ezzel a lépésével súlyos kihívásokat okozott Magyarország és Szlovákia számára, jól látszik, hogy az Európai Bizottság támogatására nem számíthatunk. Folyamatban vannak azok a tárgyalások, amelyek az ukrán intézkedés és a brüsszeli segítség elmaradásának ellenére hosszú távon biztosítják Magyarország kiegyensúlyozott kőolajellátását, közölte Szijjártó Péter. Ezek a tárgyalások már a célegyenes felé közelítenek, így elmondhatjuk, hogy a rövid és középtávon alkalmazott átmeneti intézkedések mellett hosszú távon is garantálni tudjuk Magyarország kőolaj ellátását a kijevi és a brüsszeli intézkedések, illetve nem törődömség tacára. Magyarország energiaellátása biztonságban van, a többi energiahordozóból is folyamatosak a szállítások, hangsúlyozta a miniszter kiemelve. A földgáz szállításokra nincs hatással az orosz-ukrán harcok kiterjedése, a török áramlaton rendben zajlik az ellátás. Ahogy a paksi atomerőmű hosszú távú működéséhez szükséges fűtőanyaggal is rendelkezünk, amellett, hogy a szállítások ezen a téren is folyamatosak.